Jó estét kívánok! Május 29-én a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják. Műsorunk az elmúlt hét eseményeiből válogat önöknek. Május 21-én szervezett egésznapos programsorozatot az Agostyán ért Egyesület. A civil érdeklődők gyermeknap alkalmából szólították meg a városrész lakosait. Nyílt napot tartott a Tatai Fényes Kutyasuli, ahol az érdeklődők betekintést nyertek a szakképzett oktatók és trénerek munkájába. Második alkalommal szervezett gyermeknapi rendezvényt az Agostyán ért Egyesület. A településen kiemelt szempont lett, hogy a közösségeknek helyben is elérhetőek legyenek a különböző programok, így a lelkes civilek közreműködésével egyre több megmozdulás valósul meg a városrészben. Nagyon jelentős ez a dolog, amikor elkezdtük és ezt a bizonyos közösségerősítő pályázatot megnyertük. Akkor is volt közösségi élet a faluba természetesen, de úgy érzem, hogy az a 2-3 év, amíg futott ez a pályázat, és támogattuk azt, hogy Agostyánban élénküljön a közösségi élet, az abszolút sikertörténet. Megalakult egy egyesület, Agostyánért Egyesület, ezt a rendezvényt is ők szervezték, úgyhogy most attól kezdve csak hálásak tudunk lenni azért, mert ami az én szívügyem is, az ő szívügyük is, vagyis hogy Agostyánban újra hát olyan jó érzés legyen Agostyáninak lenni, és ne jusson eszükbe a gyerekeknek az, hogy esetleg innen el is lehet költözni, mert ez a legjobb hely a világon. Annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy ezzel is kedveskedünk a gyerekeinknek, de azért a hétköznapok során leginkább azzal tudunk a gyermekeinek, unokáinknak kedveskedni, és akkor teszünk velük a legjobbat, hogyha mi egymást, vagyis a házastársak egymást szeretjük, és így egy ilyen szeretetteljes légkört tudunk teremteni a hétköznapokban. Persze, itt az ünnepnapokon is. A program minden generáció érdeklődését felkeltette, hiszen a családok számára lehetőség nyílt a közös minőségi idő eltöltésére. Két részből áll a mai nap. A délelőtt a templomban kezdődött egy szentmisével, majd ezt követően volt egy Orbán napi áldás fent a Szőlőhegyen, ahol részt vettek a falubeliek is velünk egyetemben. Ezen fellépett az agostyáni dalkör, és így volt kerek egész a délelőtti programunk. Az ebédet mindenki otthon töltötte, és most lassan vége az ebéd időnek. Visszajöttünk ide a faluházba, és nagyon sok programot szerveztünk a gyerekeknek. A teljesség igénye nélkül, mert nem fogom tudni felsorolni, biztos, hogy fogok kihagyni belőle. Kézműves programokat szerveztünk itt a nagyteremben, aztán a hátsó részben petákboltot nyitottunk, petákshop. A gyerekeket próbáljuk buzdítani a sportolásra, tehát nálunk lehet a tündérkertben sportolni. A sportolásért cserébe kapnak petákokat, a petákokat pedig elvásárolhatják itt a boltba, és ez a tavalyi év során, illetve előtte is nagyon, úgy mondom, hogy bejött a gyerekeknek. Nagyon élvezték, és még utána is hónapokkal később lehetett hallani róla, hogy mennyire jó program volt ez tavaly. Hintákat szerveztünk, kosárhintát, ugrálóvárat, vattacukrosunk van, hennásunk lesz, arcfestés lesz, részt vesz természetesen a programjainkon az agostyáni önkéntes tűzoltóság is. Meg lehet nézni a tűzoltóautót, a tűzoltó részeit, be lehet mászni a tűzoltóautóba, lehet menni a tűzoltó kocsival, tehát bemehetnek a gyerekeknek, és visszük őket egy kört a faluban, és ezek kívül még lovacskáztatni is fogunk a tündérkertben. Az ingyenesen látogatható napon a gyermekek petákokat gyűjthettek, amelyeket aztán ajándékra válthattak. Nyílt napra várta az érdeklődőket a Tatai Fényes Kutyasuli. Péntek délután négy lábúakkal és gazdáikkal telt meg a zöld terület, hogy az Egyesület oktatóinak tanácsait és módszereit ismerhessék meg. A találkozó üzenetem többek között az, hogy a kutya és a gazdi kapcsolatát a minőségi, közös időtöltés is erősíti. Az a cél, hogy próbáljuk ezt a modern kutyakiképzési technikákat továbbítani a gazdik számára, mert amit mi észrevettünk, hogy inkább ami megcsúsznak a mostani kutyakiképzés technikák, az a kommunikáció és a kapcsolat hiánya a gazdi és a kutya között. És próbáljuk ezt a szemléletet a legmodernebb, pozitív megerősítésen alapuló rendszerrel továbbadni a gazdiknak.
Ahhoz, hogy valaki kutyaiskolába járjon kedvencével, meg kell várni a négylábú összes kötelező oltását, azonban ez nem zárja ki az otthoni tanulás lehetőségét. Az alapengedelmességi parancsokat már 8 hetes kortól elkezdheti gyakorolni a páros, aminek következtében már sikerélményük lehet a nagyobb közösségekben is. Az elején elmélettel szoktuk kezdeni, elmondjuk az etetés fontosságát, illetve a motivációnak, hogy a motiváció kialakítását, hogy hogyan kell megfelelően etetni, és adagolni az információkat és a tanítást a kiskutyáknak. És ezután, hogyha az alapok megvannak, kialakul a kapcsolat és a motiváció, utána egyéni óra keretein belül szeretem elkezdeni a kutyákat képezni, hogy megtanulja a gazdi is az alap mozdulatokat, és a kutya is értse nagyjából, hogy mit is szeretnénk tőle. Ezután, hogyha már megvannak az alapozások, akkor utána bemehetünk egy csoportba, ahol kutyák között és ingergazdag környezetben is tudjuk gyakorolni a tanultakat. A kezdő vállalkozásoknak nyújt segítséget Tataváros önkormányzata. Május 31-ig hivatalosan is átadják a település inkubátorházát, amely helyszín irodák és műhelyek kialakítására is alkalmas. Május 22-én tudósítottunk az országos spanyol vers és prózamondó versenyről és az Eszterházi Ferenc Baráti Kör Egyesület legutóbbi programjáról. Mintegy nettó 400 millió forint értékben valósul meg inkubátorház Tatán, amely kezdeményezés a helyi vállalkozóknak biztosít indulási lehetőséget. A Szélcsapás utcában található helyszínre bejárást szerveztek, ahol a vállalkozások képviselői személyesen is megtekinthették a több mint 250 négyzetméteres irodateret, ahol a 4 férőhelyes coworking irodák mellett műhely kialakításra is megfelelő helyszín mutatkozott be. Kérésként merült föl, illetve mi magunk is tapasztaltuk azt, hogy Tata városában nagyon sok olyan induló új kisvállalkozás veszi kezdetét, amely először a lelkesedés van megvan az induláshoz szükséges minden eszköz, esetleg iroda vagy műhely nincsen, vagy nem olyan, ami alkalmas lehetne egy jó lendületet venni egy vállalkozásnak. Ezért gondolkodtunk annak idején abban, hogy Tatán is legyen olyan inkubátorház, ahol műhelyt is ki lehet alakítani, nem csak irodai inkubátor, olyan már van máshol is, illetve azt azért könnyebb is találni. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy ilyen épületet építünk, ahol műhely részt is tudunk, csarnok részt is tudunk, vagy akár az egész csarnokot is bérbeadni. A második dolog az volt, hogy ha már kezdő fiatal vállalkozásokról van szó, akkor valami olyan fajta kedvezményt találjunk ki, amivel megéri, hogy nálunk béreljen az illető. Harmad részben pedig a város úgy gondolja, hogy kötelessége a vállalkozások támogatása, az induló vállalkozások buzdítása, támogatása. 5000 vállalkozás van Tatára bejegyezve, ebből nekünk a 3000-rel van körülbelül kapcsolatunk, abból 1000-rel levelezési szinten is kapcsolatban vagyunk napi levelezésben. Vámosiné Márti az, aki ezt a kapcsolatot megteremti személyesen és összeköti a városházát a vállalkozókkal. Várjuk azok jelentkezését, akik egy ilyen inkubátorházban szívesen bérelnének. Volt egy korábbi kör már, ahol fölmértük, és voltak is érdeklődők. Volt, aki azóta már máshol elhelyezte az irodáját, műhelyét. Most lesz kész, viszont most már fizikailag is kész az egész épület, tehát ténylegesen használatba vételi engedéllyel most már fogadni tudjuk a vállalkozókat ebben a 400 millió forintért épült nettó 400 millió forintért épült csarnokban. Én azt remélem, hogy ezzel egy olyan dobbantót tudunk a tatai vállalkozások számára biztosítani, amellyel egyrészt a Tatán való letelepedésüket segítjük, másrészt pedig azt a lehetőséget biztosítjuk, hogy rögtön biztonságba érezheti magát, és egy olyan helyszínt kap, ami kultúrát, elegáns, új, mégis a kezdővállalkozáshoz abszolút méltóan segítheti ezt a munkát. Úgyhogy hajrá tatai vállalkozók, kezdővállalkozók, fiatal vállalkozók, várjuk a jelentkezést. Igazán felszabadult hangulat jellemezte az Eötvös József Gimnázium péntek délutánját. Az intézmény adott otthont ugyanis az országos spanyol vers és prózamondó versenynek, amely népszerű megmérettetés a délelőtt folyamán szólította meg a középiskolásokat. A felhívás természetesen a kultúra népszerűsítését is célul tűzte ki, így amíg a zsűri értékelt, a fiatalok beszélgettek és táncoltak. Ez a 29. országos spanyol nyelvű vers és prózamondó verseny,
iskolánk kezdetektől fogva otthona ennek a versenynek, és minden évben nagy örömmel várjuk a diákokat. Idén újabb városokból érkeztek, például Békés Csabáról, Bajáról, Szegedről, és nagyon nagy hagyománya van, hiszen az ötfösben a spanyol nyelvet több mint 20 éve oktatjuk. Igazából ez egy szép kiejtési verseny. Négy kategória van, próza és vers, ezen belül is kötelező próza, szabadon választott próza, illetve kötelező vers és szabadon választott vers. A szabadon választott verseket nyilván a diákok tanárukkal együtt választják ki, a kötelező verset pedig mi itt az intézményben, és januárban küldjük el az iskoláknak, elég sok idejük van a gyerekeknek megtanulni, és ha szükséges, akkor van egy iskolai forduló is, március környékén, és itt májusban pedig már a döntőt tartjuk. Miután már mindenki szerepelt a bírálóbizottság előtt, a szervezők egy rendhagyó workshopra invitálták a diákokat. A verseny végén a tradicionális és méltán népszerű flamenco tánc mozdulatokat sajátíthatták el a tanulók. Igazából ez a feszültség levezetése. Nagyon örülök, hogy sikerült most idén egy ilyen igazi spanyolos hangulatú programot szervezni, de minden programunknak ez a célja, és azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon-nagyon élvezik, és nagyon jó élményekkel fognak hazamenni. A verseny népszerűsége pedig alátámasztja azt is, hogy egyre több gimnazista választja a spanyolt második idegen nyelvként tanulmányai során. Most egyre többen választják, népszerűbb, mint a német például, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hiszen nagyon szép nyelv, és rengeteg helyen tudnak vele érvényesülni, és ilyen hangulatot tudunk varázsolni az iskolába is. A tankönyvektől kicsit elszakadva, személyes érintettség részeként tartott rendhagyó előadást az Eszterházi Ferenc Baráti Kör Egyesület. Az érdeklődők május 21-én a Kristály Hotelbe érkezve kaptak információt az épület jelenéről, jövőjéről és különleges múltjáról. Az apropót Kazinczy 220 évvel ezelőtti balesete adta, de ennek apropóján igazából most mi a szarkafogadót, illetve a Kristály szállót ünnepeljük. Bemutatkozik maga a szálloda, a jelenlegi vezetés, és az is egy apropó, hogy az értéktárba bekerült, a Tatai értéktárba, illetve a megyeibe is a maga a Kristály Imperial Hotel. Itt a szálloda vezetője fog bemutatkozást tartani, utána pedig nagyon várjuk meg Görbe Márk művészettörténész családi történeteit, akinek az üknagybátyja bérelte annak idején a szállodát, és ennek vonatkozásában nagyon sok emléket felkutatott. A végre pedig egy meglepetést is tartogatunk. Tavaly a Cseketó köszöntőn három színházi jelentet adtunk elő, és az egyik kapcsolódott Kazinczyhoz, és így ezt a jelentet fogjuk még eljátszani. A hotel már a Tatai és a Vármegyei Értéktárba is felvételt nyert. Ennek részleteit Tiba Szőgyéni Andrea ismertette a megjelentekkel, őt Görbe Márk művészettörténész előadása követte. Én a szarkafogadó, illetve kristályszálló, vagy amikor az 1900-es évek elején családilag kapcsolódtunk hozzá Eszterházi szállón, nevezték, ennek a vendéglátóhelynek egy epizódját fogom feleleveníteni, amely éppen olyan, mint mondjuk Kazinczynek az itt tartózkodása, ami csak egy része ennek a közel 250 éves történetnek. Az én egyikük nagybátyám, Mifel Brémi Robert volt az, aki bérelt egy bő éven át a Eszterházi szállót 1900-1901-ben, és ezért kértek föl, mivel kapcsolódtam az épülethez ezáltal, hogy tartsak róla egy előadást, mutassam be, hogy milyen érdekes lehet akár egy személy élete, aki csak ilyen rövid időre is de csatlakozott Tata történetéhez. Nem csak szálloda bérléssel foglalkozott ifjabb Brémi Robert, hanem Munkácsy Mihálynak a tanítványa volt, úgyhogy festőművészként is érdemeket szerzett, és hát kettelései közé tartozott a velocipédezés, vagy a kocsolyázás, amelyekkel számos érmet nyert. Szabadkőműves is volt, belekóstolt a méhészkedésbe Gödöllön, illetve a vadászkül klubnak elnökeként még zene darabok számokat is szerzett, úgyhogy valóban egy rendkívül széles spektrumú életút, amelyet bemutatni készülök az előadáson. Az Eszterházi Ferenc Baráti Kör szívügyének tartja a Tatai értékek bemutatását, amely törekvés részeként valósult meg az átfogó előadás is.
Átadták a kiépített vasalt útrendszert a Kávária domb területén, számoltunk be május 24-én szerda esti híradónkban. Ismét támogatta a fiatal sportoló karrierjét a városvezetés. Többen pályáztak az Eszterházi Miksa Viátor sportösztöndíjra. A tanulók havonta 40 ezer forint támogatást kapnak egy éven keresztül. Új sportolás és turisztikai attrakcióval gazdagodott Tata. Nyertes pályázatnak köszönhetően mintegy 15 millió forintból alakította ki egy Via Ferrata pályát a Kálvária domb oldalán. Az útvonalak kettő kötélhidat tartalmaznak, az egyik a felnőtt pályához, a másik pedig kifejezetten a gyermekek részére kiépített vasalt úthoz kapcsolódik. Azt szerettük volna, hogy a vasalt útat keresők itt próbálhassák ki először magukat, itt nyugodjanak meg, hogy attól, hogy magasról néznek le, az még nem egy tragédia, és hogy a biztonságukat egy ilyen kicsi úton megtanulhassák, hogy hogy kell megőrizni. 200 méter hosszú, tehát nem egy rettenetesen hosszú pályáról beszélünk. 15 millió forintos költségvetési forrást kaptunk erre a projektre, amit hálásan köszönünk. Ahogy mondtam, egy kicsi projekt, de pont ezért egy jó dolog, hogy az önkormányzata hozzátett pénzből meg tudta valósítani. Érdekessége ennek a mi vasaltutunknak, hogy itt fönt az út során egy-egy olyan mezozós ős maradvánnyal is találkozhatnak a sziklamászók, amit máshol nem láthatnak, amit nagyon szépen köszönünk az ELTE Tatai Geológus Kert munkatársainak, és kifejezetten is dr. Szente Istvánnak, Weisburg Tamásnak is, aki korábbi igazgatója volt a kertnek. Köszönjük szépen nagyon az együttműködést és a segítséget ebben is. Az átadóra május 24-én került sor, ahol többek között azt is hangsúlyozták, a beruházás elsősorban a tataiaknak szól. Itt helyben vannak azok a kincsek, Tata pedig nagyon jó példa erre, természeti, kulturális vagy épített örökség gazdagságára, amelynek ma egy újabb elemét tudjuk élvezni majd. Az embereknek, turistáknak, azt hiszem belföldön és külföldön egyaránt, akik, hogyha Tatára érkeznek, vagy a térségbe jönnek, akkor már nem csak egy-egy programelemet tudunk majd kínálni, nem csak egy dolgot egy napra, hanem több napnyi érdekes, izgalmas és egyedülálló élménnyel találkozhatnak. Az átadónak ökuti iskola diákjai mutatták be, hogyan lehet teljesíteni az útvonalat, ez alátámasztotta a pályázat nem titkolt szándékát, sportolásra buzdítani a fiatalabb generációt. Olyan élményt nyújt ez a gyerekeknek, ami utána sokukat egész életükben el fogja kísérni. Lehet, hogy ezen a falon kezdtek el viaferrátázni, de aztán lehet, hogy majd fognak nagyobb falakra. Nem kell nagyon messzire menni, mert Tatabánya környékén, Csesznek környékén is vannak ilyenek, Csókakőnél is, Kelet-Magyarországon is épült már egy-két gyönyörű viaferrátá, tehát most már Magyarországon is vannak szép-szép lehetőségek. A pályázat részeként a helyszínen kialakítottak egy 550 négyzetméteres zöld parkolót, valamint a Via Ferratához vezető murvás utat, de két pad és egy hulladékgyűjtő beszerzésére is sor került. Tataváros önkormányzata idén is ösztöndíjjal támogatja a város azon fiataljait, akik tanulmányaik mellett sportkarrierjükre is nagy hangsúlyt fektetnek. Májusban 5 olyan 30 év alatti sportoló nyerte el az éves segítséget, akik valamely olimpiai sportágban válogatott kerettagok, és az elmúlt esztendőben kiemelt eredményt értek el. Eszterházi Miksáról neveztük el azt a sportösztöndíjunkat, amelyet a Viátor, ugye így hívta magát, ez volt a beceneve Eszterházi Miksának, aki egy fantasztikus sportember volt, egy fantasztikus Eszterházi is volt, hiszen nem csak annyira ő maga, mint sportoló, hanem a sportszervezésben nagyon komoly eredményeket ért el, hiszen neki köszönhetjük azt, hogy van Magyar Olimpiai Bizottság, óriási része volt abban, hogy ez létrejöjjön. Az atlétikát, a boxot, rengeteg mindent pártolt, segített és támogatott, és mint Tatai Eszterházi, így meg pláne büszkék vagyunk rá, ezért azt gondoltuk, hogy hát kiről másról nevezhetnénk el ezt az ösztöndíjat, mint róla, amelyet minden esztendőben 5 olyan tatai sportoló kaphat meg, akik még nincsenek 30 évesek, de nagyon komoly eredményeket értek már el, és ebben a komoly eredményben elsősorban a leginkább ez számít, a válogatottban elért kimagasló eredményeik, vagy válogatott tagként elért kimagasló eredményeik. Így az idei esztendőben Hidvégi Hunor kajakban, Hidvégi Zalán szintén kajakban, ugye testvérpárról van szó,
akik világbajnoki címet szereztek, ifjúsági világbajnoki címet. Keresztes Ádám, aki egy nagyszerű, feltörekvő ifjú titán a párbajtőr világában. Ő is már európai kadett körverseny csapatban első és harmadik helyet is szerzett. Kadett Magyar Kupában van egyéni első helye is már. Tehát egy nagyszerű és egy felnőtt országos bajnokságban pedig egyéni 11. helye, tehát nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá is. Kun Anna, akit tataiaknak már nem kell bemutatnom, aki most már a világ legjobbjai közötti munkájával és vívásával felnőtt világkupai egyéni második, harmadik, ötödik, hetedik helyen, felnőtt Európa bajnoki ötödik helyezett, felnőtt világbajnokság egyéni tizedik hely, felnőtt országos bajnokságban egyéni és csapat első hely, tehát egy gyönyörű pálya van már Anna mögött, és nagy-nagy reménységünk abban, hogy a következő olimpián Tatát meg a magyarokat képviselni tudja. És Pápai Stella pedig judóban, vagyis cságáncsban egy kiváló új fiatal versenyzőnk, aki Szeles Viktor tanítvány, Staud Béla és Szeles Viktor tanítványaként már országos bajnokságot nyert, még az idősebb korcsoportban is. Ismét tatai siker született a helyi értékdíj pályázaton. A helyi televíziók országos egyesülete Siófokon tartotta tavaszi találkozóját, ahol ezúttal a Ferner Jakab tatai munkásságát bemutató dokumentumfilmet értékelte a zsűri. Ülésezett a tatai kistérségi több célú társulási tanács, és a Hősök napjáról emlékezett meg a Honvéd Bajtársi Klub. Múlt hét csütörtökön számoltunk be a Kuni Domokos Múzeum rendhagyó programjáról is, a fordított napról. Pár perccel ezelőtt ért véget a helyi értékdíj kiosztó gála. 89 pályam érkezett három kategóriában, híradó, magazin és egész estés dokumentumfilm kategóriába. Az utóbbiban a tatai televízió csapata ezüst diplomát szerzett, és a következő hangzott el a díjkiosztón. Egy helyi televízió kis alkotó csapata nehezen tud versenyre kelni a külföldi ismeretterjesztő csatornák nagy költségvetésű filmjeivel, de egy igazán helyi téma, igényes feldolgozása, ez sem teszi lehetetlenné, hangsúlyozta a zsűri. Erre mutat nekünk követendő példát a tatai televízió filmje, a Ferner Jakab, a Tata építőmestere című alkotás. Az ismeretterjesztő anyag kreatív feldolgozása és Mohácsi Viktor kiváló operatőri munkája külön is dicséretet ér el. A díjat átvette Szalai Nikolett szerkesztő és Mohácsi Viktor rendező operatőr vágó. Milyen érzésekkel vetted át, Niki? Nagyon boldog vagyok. Először indultam, vagy hát először mérettettem meg magam egy ilyen helyi értékdíjon, és hát teljesen nagyon izgatottan érkeztünk eleve Siófokra. Azt már tudtuk ugye, hogy helyi értékdíjasok lettünk, viszont azt nem, hogy hányadik helyezettek, úgyhogy még nagyobb boldogság volt, illetve hát azt is, amit ugye a zsűri elmondott, azt hiszem, hogy még kiemelendőbb Viktornak a munkája, illetve hát a Kuni Domokos Múzeum munkatársainak, Kövesdi Mónikának és Stegmaier Máténak főkép, akik ugye a kisfilmben szerepeltek is. Egy kicsit nehéz dolgunk volt abból a szempontból, mert aki esetleg tudja, vagy követi Felnár Jakab munkásságát, azt tudhatja, hogy nem készült róla sosem fotó, egyetlen egy szobor áll a nagy templom előtt, a tatai nagy templom előtt az építőmesterről, viszont az is csak egy elképzelés, tehát mi sem tudtuk, hogy hogy nézhet ki valójában. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy próbáljuk meg valahogy eljátszani, és megmutatni a nézők számára, hogy vajon mit is érhetett el fiatalon, és mit ért el majd, mint tatai építőmesterként Felner Jakab. Ezek szerint valamennyire talán sikerült is. Viktor, neked nem ez az első díjad, már volt két helyi értékdíjas alkotásod? Igen, tavaly nyertünk a dokumentumfilm és a magazin kategóriában, úgyhogy idén ez a harmadik, úgymond. Én is nagyon örülök neki, nem tudtuk az eredményt, ugye. Mi adta az operatőri munka, illetve vágó munka nehézségét? Ugye az operatőri munka az... Olyan szempontból volt nehéz, hogy nem tudtuk, tehát nem állt a rendelkezésünkre semmilyen dokumentáció, semmit nem tudtunk a munkásságáról, mármint olyan szinten, tehát nem volt képi
dokumentáció, így róla nem tudtunk, tehát nem tudtuk megmutatni, hogy hogy is néz ki valójában. Azt tudtuk, hogy milyen épületeket tervezett, épített, és azokat próbáltuk ugye megmutatni, kisebb részletekbe belemenni, a díszekbe, hogy mi az az ő stílusa, mi az, ami rá jellemző, és próbáltam ezt minél kreatívabban és élvezhetően feldolgozni. A többi film kapcsán elhangzott, hogy hosszú-hosszú időn keresztül volt módjuk forgatni. Nektek annyira sok időtök nem volt a film elkészítésére? Igen, nekünk nem volt sok időnk. Ugye tavaly előtt jött a felkérés, talán november környékén, hogy jövőre, tehát júniusig el kell készíteni ezt a filmet. És mivel ugye nem akartam olyan képeket csinálni, ami tehát ilyen téli képek, ugye nincsenek a fákon levelek, nem zöld, hanem ilyen borús hangulatú, így megvártam inkább a tavaszt. Tehát körülbelül egy hónap alatt készítettük el a felvételeket, illetve a vágást is. Hát gratulálok a szép sikerhez. Kitti, pedig téged arra kérnélek, hogy légy szíves, beszélj meg a kollégákkal, hogy a ma esti közéleti kerekasztalba ez a film kerüljön bemutatásra, már csak azért is, hogy ha valaki esetleg még nem látta, akkor megláthassa, és örülhessen velünk együtt a szép sikernek. A Városházán tartott a soron következő ülését a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács. A körzet polgármesterei összesen 5 napi rendi pontot vitattak meg, amelynek részleteit Mihű József a tanács elnöke ismertetett. Május lévén mi másról beszélhetnénk, mint a tavalyi költségvetésünk beszámolójának az elfogadásáról, és az idei költségvetésünk módosításáról. Ugye illő dolog negyed évente módosítani a költségvetést, ezt azért fogalmazok így, mert ilyen, most már nem így van a kötelezés, de ezt azért negyed évente megtesszük, hiszen mindig van valamilyen átvezetni való, valamilyen javítani való. Most a javítás alatt azt értem, hogy például a magyar államtól magasabb összeget kap a kistérségünk, és ezt át kell vezetnünk. De most például az idei költségvetésben azt is javítanunk kell, hogy mivel május 1-től az ügyeleti rend, aminek a kistérség volt eddig a fenntartója, átkerült az államhoz, tehát ezen túl a háziorvosi ügyeletet nem a kistérségünk működteti, tartja fenn, ezért annak a egész évre betervezett költségvetési részét is most vissza kell igazítanunk. Ez egy jó hír a kisebb településeknek, Tatát ez nem érinti, mert nem olyan mértékű a változás, hogy tatai pénz is megmaradna, viszont a kistérségünk falvainak az éves hozzájárulása csökken ezáltal, tehát ilyen értemben jó hír lesz ez a polgármestereknek, egy kicsi pénz megmarad ebben az évben a számukra. A mai napon a rendőrkapitány úr is tart egy tájékoztatót, a belső ellenőrzésről tárgyalunk még, és általában ilyenkor még a kormányhivatal járási hivatala szokott foglalkoztatási ügyben tájékoztatást tartani, valamint a polgármesterekkel ilyenkor beszéljük át az egyéb olyan programokat, olyan rendezvényeket, amelyek érinthetnek másokat is a településeken belül. Egy nagyon jó összetartó, jó közösség a miénk. Nagyon sokan régóta polgármesterek vagyunk, és ez a fajta együttműködés a települések között, ez valóban erősíti mindegyikünket, Tatát abban erősíti a 9 környékbeli települések, kistérségi települések, hogy nagy részben ad munkaerőt az együttműködéseinknek köszönhetően épültek meg a kerékpárútjaink, vannak közös projektjeink, ahol együtt pályáztunk új témákra. Ennek az erősítése, ennek a folytatása a feladatunk mindannyiunknak. Ismét azok előtt, az elesettek előtt tette tiszteletét a Honvéd Bajtársi Klub, akik életüket áldozták a hazavédelméért. Május végén ünnepeljük ugyanis a Magyar Hősök Napját, amely apropóból az önkormányzat és a dandár közreműködésével méltatták az egykori katonákat és civileket Tatán a II. Világháborús emlékműnél. Nagyon fontosnak tartjuk május utolsó vasárnapja igaziból, ez az első világháború után. Akkori magyar kormány, ugye magyar kormányzat gondolt arra, hogy ez az első világháború hőseire emlékezve.
aztán ez kiteljesedett, erre majd szólni fog mindjárt a polgármester úr, kiteljesedett ugye, aztán elfelejtődött. Aztán amikor a másik világháborús bajtársakkal együtt köszöntöttük, és emlékeztünk az ilyen eseményekre, akkor arra gondoltunk, hogy ezt nem csak akkor rendezzük meg, hanem ha elmentek, most már senki nincs, Polgárzsonyi bácsiék, Petrozsonyi Tibor, és az öreg, a herselő barátunk, és na, megcsináljuk. Na most minden évben van valami érdekesség, mint mindig. Most az az érdekesség, hogy ez egybeesik most a Patarával. Ami nem baj egyébként, mert a Patara az törökkori fesztivál, ott is voltak hősök. Na most ha a katonahősökről beszélünk, akkor feltétlen szólni kell a misszióban ugye, töltött szolgálati időkről, hiszen a Magyar Honvédség akkor még ugye Klapka György lövész dandár, ma már ugye egyes páncélos dandár. Nagyon sok ilyen misszió vett részt, ugye Afganisztánban, Koszovóban, és a világ sok pontján még is helytállt. Tehát ők is hősök. Nem beszélve arról, hogy mennyi, hogy mondjam, civil hőse van, polgári, ha úgy tetszik hőse, a mi kis országunknak. Na úgy gondoltuk, hogy így emlékezünk. Most sok irányú elfoglaltsága miatt a dandár kicsit háttérbe szorul, de így is biztosítják azokat a feltételeket, miért kell. És én most megköszönöm itt a televízióban is Rigó Balázs alpolgármester úr első felkérésre, betegség ellenére is vállalta, hogy mint történész tanár, ugye, akkor ma az emlékező beszéltő mondja. Régészek, restaurátorok, művészettörténészek és geológusok is személyesen fogadták azokat a kultúrakedvelőket, akik május 23-án a Tatai várba látogattak. A Kunidomokos Múzeum első alkalommal hirdette meg fordított napját, amely kezdeményezés során az intézmény szakemberei töltötték be a teremőri feladatokat, az érdeklődők pedig rendhagyó tárlatvezetésen is részt vehettek. Az ötlet igazgató úrtól származik, aki hát ez egy egészen különleges lehetőséget adott nekünk ezzel, hiszen az utóbbi időben már csak a tárlatvezetőink szoktak itt különféle, akár tematikus tárlatvezetéseket tartani. Most viszont mi valóban a magunk szeretett műtárgyai környezetében időzhetünk, és elmesélhetjük ezeket a tárgyakat, amikhez közünk van, amiket annak idején, hát én az idősebbek közé tartozva én nagyon sok tárlatvezetést tartottam itt annak idején, jó pár évvel ezelőtt, amikor még a muzeológusoknak a terhei közé tartozott ez is. Tehát nekem is ez egy ilyen vályosan nosztalgikus ez a mai nap. Igazából délután hirdettünk meg tárlatvezetéseket, délelőtt inkább a restaurátoroknak szántunk szerepet. Volt itt egy restaurátor bemutató, de folyamatosan itt van a restaurátor kolléga is. Folyamatos az adatszolgáltatásunk, hát ezt is idézőjelben, hiszen ez is egy olyan feladat, amit nem szoktunk, illetve szoktunk végezni, csak nem ilyen szervezett keretek között, hogy segítünk meghatározni tárgyakat, megmondani az anyagot, a technikát, a korát meghatározni, esetleg, hogyha nevesíthető a műtárgy, akkor akár szerzőt is, hát ezt ritkán találja el az ember csak úgy. Tehát egy ilyen napunk van, és a délelőtt is úgy telt bizony, hogy gyakorlatilag teremőrt játszottunk, de megpróbáltuk a látogatóknak azért átadni azokat az információkat, amik ezekhez az általunk olyan nagyon szeretett műtárgyakhoz kapcsolódnak. A program egész nap sikernek örvendett. Volt olyan csoport is, akik Miskolcról érkeztek a rendhagyó kezdeményezésre. Be volt véve, és úgy gondoltuk, hogy nem jutunk ma el ide, de szerencsénk volt, hogy mindent meglátogattunk, amit akartunk, és nagy örömünkre sikerült ide is eljönni. Úgyhogy a tavat és a várat megnézni nagy vágyunk volt, és ezért jöttünk ide egyébként. Tatabányán, Vértesszőlőn és Tatán vagyunk.
jelenleg, és megyünk Ászára és Kisbérre, utána harmadik nap Pannonhalmára. A Kunidomokos Múzeum munkatársai most a Patarára készülnek, ugyanis a háromnapos fesztivál alatt is különleges és informatív programokkal jelentkezik az intézmény. Május 26-án pénteki adásunkban már időutazásra invitáltuk Önöket, elkezdődött a Deák Patara. Tudósítottunk továbbá a Tatai Kamasz Fesztiválról, a Talentum iskola diákjainak angol nyelvű vizsgájáról és a Rekus találkozóról. Több mint 1000 gyerek látogatott Tatára május 26-án, ezzel hivatalosan is megnyitotta kapuit a 15. Tatai Patara és a 9. Deák Patara. A délelőtt során több állomáson bővíthették tudásukat a tanulók, amely játékos helyszíneken pontokat gyűjthettek osztályuknak. Az interaktív délelőtt pedig eredményhirdetéssel zárult, bár az életre szóló élménnyel minden résztvevő gazdagodott. Alapvető célunk az volt, hogy úgy vigyük vissza a gyerekeket a 17. századba, hogy ezt különböző kalandok, előadások, játékok útján szerezzék meg, hiszen ha jobb belegondolunk, azért ez az az időszak nem csak a török-magyar háborúk miatt, hanem a rendkívül pörgős történelmi események miatt is, ami nagyon nehezen tanítható. Ezért azt gondoltuk, hogy éljék át, és kimondottan a diákpatarára, ezért különböző táborok felkészültek, török táborok, keresztény táborok, magyar falu, ispotály, és természetesen a hadsereg is, aki támogatja ezt a rendezvényt, hiszen a múltból szeretnénk a jelenbe elvezetni a gyerekeket, és hogy ez a tudás hogyan hasznosul a mai életünkben, vagy hogyan hasznosulhat a mai életünkben, ez többek között népi mesterségek igen magasfokú művelőivel és bemutatóival sikerült talán a számukra egyértelművé tenni. A hagyományőrök és minden résztvevő el kell, hogy mondjam, hogy maximálisan mellénk állt. Jelenleg 19 állomás helyen 6 menetlevéllel várják a gyerekeket. Egy-egy osztály attól függően, hogy hány főből áll, tehát 4-5 fős csoportonként, de együtt megy el a különböző állomáshelyekre, és a legtöbb pontszámot elért csapatnak a pontszáma lesz az osztály pontszáma, és ez alapján fogjuk tudni majd értékelni a részvételt, a résztvevőket és a feladat megoldásokat. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez játék. Külön felhívtam a figyelmüket arra, hogy mindent kérdezzenek meg, fogjanak meg, ha kell, kóstolják meg. A Tatai Patara évről évre egyre több érdeklődő és támogató figyelmét is felkelti, így van ez a Türk Államok Szervezetének esetében is. Türk Államok Szervezete Magyarország képviselőit a második alkalommal vesz részt a fesztiválon, úgyis, mint verseny keretében, és úgyis, mint fő támogatója a fesztiválnak. Az, hogy miért csatlakozunk egy ilyen fesztiválhoz, azt hiszem, az irodánk nevéből adódóan nem sok magyarázatra szorul. A türk világot képviseljük Magyarországon, illetve Magyarországot a türk világ felé, és a kölcsönös kultúrás örökségünk és történelmi hagyományunk bemutatása minden alapvető feladataink közé tartozik. Hát ennél elevenebben nehezen lehetne demonstrálni a török világnak a gyerekezettségeit, a hódoltság korát Magyarországon, úgyhogy szerintem ez egy olyan értéket képvisel a fesztivál, amint teljesen egyértelmű, hogy részt kell vennünk, és minél többen jönnek ide, minél többet vesznek részt rajta, és támogatják ezt a fesztivált. Szerintem ebből csak hasznunk lehet. A Tatai Patara első napját és Deák Pataráját május 26-án ingyenesen látogathatták az érdeklődők. Négy napon keresztül vendégeskedik Tatán az országos osztálykirándulás. A Kamaszfest idén is programokban gazdag időszaknak ígérkezik, elsősorban a felsős és középiskolás fiatalok számára, ám 2023-ban már a tanároknak is külön eseményekkel készültek a szervezők. A kezdeményezés célja elsősorban a közösségkovácsolás és az életre szóló élmény biztosítása, de a pszichológusok és fejlesztő pedagógusok hasznos workshopokkal szólítják meg az érdeklődőket, május 25 és 28-a között. Nagyon örülünk ennek, hogy 2012 után egyébként visszatért hozzánk ez a rendezvény. Tavaly is érintettek voltunk, akkor a Vaszary János Általános Iskola egy osztálya nyerte el azt a pályázatot, amit a szervezők meghirdettek, és így ők akkor Miskolcon vehettek részt egy ilyen fesztiválon. Most az idei esztendőben pedig úgy hozta az élet, hogy újra nálunk kapott helyet ez a rendezvény, úgyhogy igazából egy pozitív visszajelzés számunkra, hogy az első alkalom után újra
nekünk szavaztak bizalmat, és itt köszönhetjük Tatán Kamasz Fesztivál ennek az országos osztálykirándulásnak a résztvevőit. És természetesen nagyon fontos az számunkra, hogy a diák önkormányzat is megint bekapcsolódhatott ebbe a munkába, hiszen már a tavalyi esztendőben az országos diák találkozóval egyszer volt részük ilyen országos szintű rendezvény szervezésében, lebonyolításában, most elsősorban a megvalósításban vállalnak majd szerepet a DÖK tagjai, és hát természetesen a városi ifjúsági referense Cserteg István, valamint ugye a legutóbbi alkalommal, amikor a DÖK 18. születésnapját ünnepeltük, akkor született egy megállapodás a Tavi DÖK és a Te vagy önmagad legjobb verziója elnevezésű egyesület között. Ők is itt vannak a segítők soraiban, úgyhogy nekik is köszönjük a munkájukat, és természetesen a Városkapu ZRT-nek, hiszen nem csak itt a fesztivál helyszínén biztosítunk lehetőséget arra, hogy egy kicsit jobban megismerjék a városunkat, hanem majd a szombati napon ellátogathatnak a tatai fényes tanösvényre, illetve a Kossuth téren egy városismereti vetélkedőben vehetnek részt, és aztán a Kőfaragóházat, Káváriadombot látogathatják meg a fesztiválnak a résztvevői. Úgyhogy azt gondolom, hogy lesz alkalmuk egy kicsit jobban megismerkedni településünkkel is, és szeretnénk azt is, hogyha máskor is visszajönnének hozzánk, úgyhogy ezért tényleg mindenben igyekszünk a rendelkezésükre állni. Tompa Andor, a sportreferensünk, szombaton a focikupa lebonyolításában vállal szerepet, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag az önkormányzat minden munkatársa igyekszik a lehető legtöbbet segíteni, hogy egy sikeres program legyen, és a lehető legjobb élményekkel gazdagodva térhessenek haza innen majd a résztvevők. A tavalyi Fellner emlékévet alapul véve idén az építőmester nevével fémjelzett helyszíneket mutatták be a Talentum iskola diákjai. A vezetett séta azonban angol nyelven zajlott, ugyanis a program egyben az intézmény 7. osztályos fiataljainak vizsgáját jelentette. Ez nem egy rendhagyó vizsga nálunk, a 7-eseknek minden év végén egy tatai idegenvezetés során kell bemutatkozniuk az egész iskola közössége, felső tagozatos közössége és a tanáraik előtt. A szülőket is meghívtuk, és nagy öröm, hogy a tévé is eljött, hogy most megnézze őket a vizsgájuk alatt. Ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, mire eljutunk idáig. A gyerekek maguk kutatták ki a háttérinformációt, ők írták meg a kis bemutató szövegeiket, és nekik kell aztán a végén előadni a kis programot. Ez egy hónapnyi munka legalább, meg az összes többi, amit még előtte beletesznek az angol tanulásba, de ez egy fontos mérföldkő az életükben. A Talentum iskola idegenvezetésén idén 17 fiatal vizsgázott. A pedagógusok természetesen az előkészületeket és a szorgalmat is figyelembe vették az értékelés során. Eléggé izgultunk, de hála égnek, hogy ez egy pozitív izgulás van mindegyik diáktársamban és bennem is. Ugye ez egy olyan folyamat, ami minden évben megtörténik. Mindig van ilyen vizsga, mert ugye két tanítási nyelvű az iskolánk, és az idei évben a 7-eseknek, mint az összes többi évben, az a feladata, hogy Tata nevezetességeit bemutassuk, és idén mi Fellner Jakabnak az építéseit kaptuk témának, és erről kell most beszélnünk. Ugye mi megírjuk saját magunk ezt a szöveget, és Szíj Gábor tanár úr pedig átnézi, és hogyha kell benne javítani, akkor ő azt megcsinálja nekünk. Én pont itt ezt a kapucinos templomot kaptam, nekem nagyon tetszett ez a témakör, eléggé érdekes volt, és én azt élveztem benne, hogy új információkat is megtudtam itt a nevezetességekről, úgyhogy eléggé érdekfeszítő volt beszélni a templomról, ugye még csak próbán, de majd élesben is remélem, hogy ugyanilyen érdekes lesz. A vizsga a kapucinos templom elől indult, majd az Ady Endre utca 9 szám alatt folytatódott, utána a Kodály teret érintette, majd a Német Nemzetiségi Múzeumot, az Eszterházi kastélyt, a Piarista rendházat, a Kálváriadombot, a Katolikus templomot és a Kossuth téren ért véget a megmérettetés. 2, 3 vagy éppen 4 keréken gorultak be egymás után a Kossuth térre a fekvőbicósok. Tatán már második alkalommal szervezték meg a rekus találkozót, amely felhívásra több országból is jelentkeztek a különleges járművek kedvelői. A résztvevők természetesen nem csak a város szívében hajtották kerékpárjukat, több helyszínt is érintettek a tavaszi programon. Szeretünk biciklizni, rákaptunk erre a fekvőbicikli verzióra, mivel a biciklisek zöme nálunk az 50 pluszos, és már ennyi idős korban az ember a kényelmet kicsit jobban szereti,
és hát azóta ezzel tekerünk az egész világon gyakorlatilag, lehet mondani. Itt résztvevők azok Európának már számtalan részét megjárták, de Európán kívül is több felé voltak. Körülbelül hasonló a létszám, mint tavaly, tehát ilyen 90 fő körül vagyunk a kísérőkkel együtt, mert ugye ilyenkor jön a feleség is, férj is, és ő lehet, hogy nem biciklizik, de magán a rendezvényen, vagy a rendezvény többi programjain ő is részt vesz. Hát Magyarországon Szombathelytől Nyíregyházáig, Kazincbarcikától Pécsig vannak jelen, külföldről pedig Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából, illetve Újvidékről is van biciklis barátunk. A különleges bicikli egyre nagyobb teret hódít a világon, hiszen akár az egyes egészségügyi problémákkal küzdő személyeknek is komfortosabb élményt nyújt a mozgásforma. Nagyon sokféle van. Ugye az alap különbség a kétkerekű és a háromkerekű, de itt lehet látni négykerekűt, ugye éppen itt megy mellettünk, illetve ez a burkolt fekvőbicikli az megint egy külön kategória. Valóban sokfajta van, ez még nem annyira kiforrott, mint a hagyományos kétkerekű, ahol már kategorizálva vannak, ugye, hogy utcai, trekking, mountain bike, stb. Itt még ezek így nincsenek beskatujázva, az emberek jobban alakítják a saját kényelmük és a szájízük szerint, de itt is megtalálhatók a különböző kategóriák, tehát a vasvázas bicikli, alumíniumvázas bicikli, karbonvázas, tehát nagy a szórás ugyanúgy, mint a hagyományos kerékpároknál. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tallózóval legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket, de friss hírekért kövessék figyelemmel napi híradónkat. Én szép estét kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!